Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szabad Egyetem vezetője. Arról szeretnék beszélni önöknek, hogy miért is nem jó, ha mindent elmondom magunknak másoknak, magunkról másoknak. Nézzünk csak egy kicsit vissza a történelemben. Nemrégiben jelentek meg a tévében a különféle talk show-k, ahol az emberek kezdték kiteregetni a szennyeseiket. A közönség tapsolt, a nézőközönség a lakásokban újjongott, mikor hallotta a szennyeseket, vagy látta a szennyeseket, és a tévék ezen hatalmas összegeket kerestek. Ez az egész most kezd átolódni a Facebookra, hisz ott is nagyon sokan kiteregetik a szennyeseiket. Ezek a szennyesek nem valók a közönségnek, nem valók más embereknek, nem valók arról, hogy más ember tudomást szerezzen róla. Régebben még pár száz évvel ezelőtt csak a hóhérok tudták ezeket a szennyes dolgokat az emberekből kicsikarni, ma még már önként is dalolva elmondják, és micsoda nagy dolog. Hát fantasztikus. Mennyire örülök, hogy ilyen szennyes dolgokat csináltam, ezt felfújja a média, és ma már nem is gondoljuk gyakran, hogy ez milyen csúnya dolog, hogy ez ezt meg azt csinálta, annyira megszoktuk ezeket a csúnya dolgokat. De vajon a lelkünknek jó ez? Azért kicsit erről el kellene gondolkodni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!